Fékezés nélkül hajtott át a síneken az autó, a felvételt egy rendőrségi drón rögzítette az 56-os főúton Tolna vármegyében. A videón jól látható, hogy a lámpák pirosan villognak, a sofőr mégsem állt meg. A sorompó pár másodperc múlva már le is csukódott és jött a vonat. Csupán a szerencsém múlott, hogy nem lett tragédia. A nő felelőtlenségének ára több 10 000 forint bírság és 8 büntetőpont lett. Az országban 2022-ben közel 40 ember vesztette életét vasúti átjáróban történt balesetben. Tolna vármegyében is volt az elmúlt év decemberében egy halálos kimenetelű baleset, amikor pincehelyen a vasúti átjáró tilos jelzés ellenére egy kerékpárt toló nő a vasúti sínekre lépett, és érkezett a vonat. Az ő életét nem tudták ekkor megmenteni. A tragédiák és súlyos balesetek elkerülése érdekében a vasúti átjárót csak fokozott óvatossággal közelítsük meg. A síneken és közvetlenül előtte tilos előzni, emellett üzemzavart jelent, ha egyik fény sem világít. Nagyon fontos az, hogyha a vasúti átjáróban piros jelzés van, és még a fénysorompó vagy esetleg egész sorompó nem csukódott le, vagy nem indult meg a sorompónak a mozgása, akkor sem szabad már tiloson áthaladni. A vasúti átjárónak a jelzése csak akkor szabad, hogyha fehér villogó jelzés van, és meggyőződtünk arról, hogy vasúti jármű nem közlekedik a síneken. A szóvivő hozzátette, hogy a tilos jelzés a gyalogosokra és a biciklisekre egyaránt vonatkozik, de még a megkülönböztető jelzést használó járművekre is. Az egyenruhások arra kérnek mindenkit, hogy minden esetben tartsák be az előbb említett szabályokat, és csak akkor hajtsanak át a vasúti átjárón, ha biztosak benne, hogy semmilyen veszély nem akadályozza az áthaladást.